Sült keszeg, sült hek, halászlé, hamburger, és persze a lángos sem hiányozhat egy agárdi büfé étlapjáról. Meglepő ugyan, de vannak olyan gyerekek, akik szeretik a halat. Nincs ezzel másként a 82 éves Csizmadia Gyuláné sem, bár Csepelen lakik, minden nyáron megkéri a Velencei tó közelében élő rokonait, hozzá kell a vízparti büfékbe egy jó halat enni. Kedvence a sült hek. Másabb. Szóval nem kell a szálkákat kerülgetni, és így legalább ki lehet venni azt a jó kis finomusát. A hek az Atlanti-óceán európai partjai mentén Észak-Skandináviától és Izlandtól egészen Észak-Afrikáig honos. Hazánkban nem. Mégis szerepel a büfé étlapján. Bár a keszeg hazai halfaj, csak az igazi ínyentek keresik, mondja Novák Tibor. Ő már 19 éve üzemeltet büfét Agárdon, mint mondja, a hekkel egyszerűbb az élet. Az a baj, hogy régebben balatoni keszegeket hoztak ki, és van, mikor eltűnik a piacról. És hoznak akkor a keszegeket, hogy mit tudom, ilyen kilósakat, azokat nem tudjuk, mert darabban nem szereti senki a halat, inkább a kisebbet keresi, és inkább a kisebbet szereti, mert az klasszul át lehet írdalva, beírdalva, befűszerezve és kisütve, úgyhogy meg tudja enni. A büfét üzemeltetők egyébként elégedettek a hosszú hétvégi forgalommal. Mint mondják, szombaton kevesen fordultak meg náluk, de a bünkösdi hétvége végére azért megteltek a strandok. És ha nehezen is, de azért lehet találni a hekken kívül magyar halfajtákat is, pontyot, harcsát és keszeget is az étlapokon.